Lassan 2 hónapja, hogy megváltozott az élet Dalmandon is. A korlátozások enyhítésével egy kicsit itt is fellélegeztek az emberek, de tudják, hogy még fontos a higiéniai szabályok betartása a vírus terjedésének megelőzése miatt. Hát az első lépések azok voltak, hogy a március 13-ára tervezett fáklyás felvonulásunkat és megemlékezést szűk körben tudtuk megtartani. Lemondtuk a programjainkat, ami majál is követte volna a márciusi felvonulást. Közmeghallgatást terveztünk a falu lakosságának a tájékoztatására az eddigi 4 hónapi munkánkról, hogy mit tettünk és mit oldottunk meg. Sajnos ezeket le kellett mondanunk. Március 16-ával bezárták az óvodákat, és a gyermekfelügyeletet, valamint az idősekről való gondoskodást is megoldották. Jelenleg 5 gyermek jár az óvodába, de már érkeztek jelzések, hogy az igény növekedni fog, hiszen többen visszatérnek dolgozni, illetve elfogyott a szabadságuk. Ebben a képviselőtársaim is és a falu is összefogott, konkrétan nem is kellett boltba menniük, bevásároltunk, gyógyszert kiváltottuk, mindent elintéztünk, ami ahhoz kellett, hogy ne kelljen a házból még kimozdulniuk sem. Fontos volt az, hogy tartsuk a kapcsolatot, tehát mint polgármester az emberekkel, hogy megértessem velük, hogy nagyon komoly a probléma, és nagyon-nagyon oda kell figyelnünk egymásra. Ezért szórólapokat készítettünk. Dalmand község önkormányzatán napi szinten tájékoztattuk őket, hogy otthon kell maradni, nem szabad csoportosulni, és nagyon-nagyon vigyázzunk egymásra, és ha lehet, még a családtagjainkkal se találkozunk, akik vidéken tartózkodnak. Én, mint polgármester arra figyeltem oda nagyon, hogy nagyon sok kamionosunk hazajött, akik külföldön dolgoznak, tehát ők bejelentést tettek az önkormányzat felé, és saját maguktól vállalták a kéthetes karantént, tehát nem kellett különösebben senkit felszólítani és figyelmeztetni erre. A játszótérre kitettük, hogy ne használják a gyerekek, közösségi térre kitettük, hogy most nem lehet használni, tehát próbáltunk mindent olyan módot megragadni, hogy elkerüljük azt, hogy tömegesen tartózkodjon bárki bárhol. Az idősek végig együttműködőek voltak, és inkább a fiatalabb generációnál tapasztaltak egy-két esetben türelmetlenséget a hosszú idejű bezártság miatt. A hivatal végig nyitva tartott a szabályok betartása mellett. A településen reménykednek abban, hogy augusztus 21-én a falunapot már megtarthatják.